Pályafutása legszebb sikereit érte el az utóbbi hónapokban a győri Arrabona Evezősklub 18 éves versenyzője, Siska Bettina. Augusztusban a tokiói ifjúsági világbajnokságon negyedik lett egy párban, míg januárban a korosztályos ergométeres EB-n 2 arany, a VB-n pedig 1 ezüstérmet nyert. Őt és edzőjét az emlékezetes pillanatok felelevenítésére kértük. Nagyon jól sikerült az elmúlt 2 verseny. Igazából meglepő volt, hogy ugye elmentünk ezekre a versenyekre, mert nem volt biztos, hogy indulunk, de jött egy lehetőség, hogy próbáljam itt is ki magam, és ugye ezért elindultunk. Mind a 2 esetben tulajdonképpen nekem az volt a célom, hogy a saját egyéni legjobbjaimat megjavítsam. Ez az Európa-bajnokságon sikerült is, ott 2000-en és 500-en is egyéni csúcsot húztam. A világbajnokságra azért mehettem ki, mert az elnökünk azt javasolta, hogy induljak el. Ott az 500 méter megint nagyon jól sikerült, ott megint egyéni csúcsot húztam. A 2000 méter pedig ott 7. helyen végeztem. Én azt is jónak értékelem, tudtam, hogy sokan vannak, akik még előrébb végeznek. Hungary in lane 5, Bettina Siska! Természetesen nagyon örültem neki mindegyik eredményének, hiszen nagyon sok munka van benne, és végre kijött a lépés, és eredményesen tudott versenyezni. De ahogyan Bettina hangján is hallatszik, a vízen elért sikerekre talán még büszkébb. Ez egy fantasztikus, hihetetlen érzés volt. Nem gondoltam volna, hogy sikerülni fog. A felkészülés nagyon jól ment. Már ott is éreztem, hogy talán ebben lesz valami. Előtte a válogató versenyek és a hazai versenyek nem úgy sikerültek, ahogy én szerettem volna. Ebben több dolog közrejátszott, de az a lényeg, hogy a világbajnokságra ki tudtam hozni a maximumot. Én annyira nem szeretek ergózni, ha bár az eredmények nem mindig ezt mutatják. Úgy vagyok vele, hogy meg kell csinálni, hiszen ez is hozzátartozik az evezéshez, és fontos részét képzi a téli felkészülésnek, ezért mindig megpróbálom oda tenni magamat, ez legtöbbször sikerül is. A vízen jobban szeretek, már most is tudtam 1-2-szer kimenni, ha bár még ilyenkor elég zord az időjárás, de nagyon jó érzés evezni újra. Edző és tanítványa a kezdetektől közösen dolgozik. Elmondták, hogyan emlékeznek az első találkozásukra. 11 évesen kezdtem evezni, és előtte én versenyszerűen jazzballettoztam. Aztán ezt sajnos abba kellett hagynom, és akkor telt az idő, és nem csináltam semmit, és a szüleim noszogatására valamilyen sportot ki kellett választanom. Labdaérzékem sosem volt, ezért maradtunk egy olyan sportágnál, amihez nem kellett labda. Ezért jött az evezés. És ugye a bátyámnak a nevelt lánya pont evezett, és akkor így kerültem én is az Arrabona Evezős Klubba. Duci 11 éves kislány. Annak minden nehézségével, már bocs, hogy ezt mondom, de első nagy élményem talán az volt, amikor letudtam a mini hajójáról szedni a bóját. Tudnélik, a villánál ki volt támasztva, hogy ne tudjon felbillenni, és azért az már nagy előrelépés volt, amikor a hajójáról le lehetett szedni ezt a bóját, az már egy lépés volt előre. Aztán innét meg szépen fokozatosan, még több munkával lépegetett előre. A sikerekhez azonban nagyon is rögös út vezet. Gyakran előfordult, hogy Bettina és edzője nem csak az ellenfelekkel, hanem egymással is küzdött. Megéltem a dac korszakomat, mondjuk ezt. Lázadtam minden és mindenki ellen, néha az edzőm ellen is. De mindig belefektettem azt a munkát, amire szükség volt, és valószínűleg ezért is sikerült elérnem, amit szeretnék. Meg persze az edzőm közreműködése is sokban segít, hiszen ha ő nem lett volna mellettem, akkor nem tartanék most ott. Azért oka volt ennek a dac korszaknak, én azt láttam, sajátos helyzete volt, most ezt nem taglalnám, de keresni kellett hozzá a kulcsot többször. Talán meg is lehette az ember, nem volt egyszerű átvészelni, de úgy látom, hogy azért volt értelme. Az ergométeres sikerek után pedig hamarosan újra a vízé lesz a főszerep.
Most mindenképpen az adja a legnagyobb motivációt, hogy az eddigi versenyek jól sikerültek, és a tavalyi évzárásom is jó volt, és a téli felkészülés, az alapozás is úgy gondolom, hogy jól ment, és most ez erőt ad, hogy reménykedek benne, hogy a vízi versenyek is majd jól fognak sikerülni. Két legfontosabb verseny lesz idén is, az ifjúsági Európa és az ifjúsági világbajnokság. Ezekre készülök majd. A szorgalma alapján, meg a kitartása és az elkötelezettsége alapján szerintem még az út felénél vagy van valahol, ebben bízom. Tehát még az útjava még hátra van.